Bonsoir, t'as tout. Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel. Na, egy kicsit fejtöm, még ha későn, na de akkor is. Egy kicsit feljöttem. Na, sziasztok. Jó estét mindenkinek, szép estét mindenkinek. Oké, köszi. Mit mondjak nektek, hány óra van? 11:47, még mondhatnám, hogy ma csináltattam meg a szemüldökömet. Persze ilyen lett. Hála jó Istennek javítani. Nagyon-nagyon sokat lehetett rajta javítani. Azt hittem, ezt nem lehet megjavítani. Amilyen csúnya volt, gyönyörű lett. Gyönyörű lett. Ugyanúgy fő van hozzá most már itt is, mint ahogy itten. Még nyilván, hát, na. Sziasztok, üdvözlök mindenkinek. Szeretnék üzenni, ilyen normálisan, lájtosan, hogy letiltottam egy hölgyeményt, aki mindig szorakozott a szavaival, de mivel hogy hónap megyek Szlovákiában, nagyon sok szeretettel várok mindenkit, így jó estét, én kell, szia, már nagyon vártunk, igen, oké, ilyen lett a szemöldököm. Így fel lett hozva. Ernő, Antó, oké, jó, így járnám ezzel kapcsolatban. Oké. Oké, kis csillagaim. Igen. Úgymond pihengetek. Ilyen büszke vagyok rá nagyon. Az ország éke vagy. Köszönöm. Köszönöm szépen, drágáim. Úgyhogy gyerekek, kénytelen vagyok jelezni. Úgyhogy a úr is mondta, aki tulajdonos, hogy mit? Mi kell? Nem értem. Igen, az.
Tehát így sikerült, képzeljétek el, innen le lett szedve, ami fenn volt, le lett szedve. Már csak éppen, hogy látszik, úgy is varosodik majd lefele. Ugye, ilyen szép barnál sikerült. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek, hogy a drága édes szemérökön meglett a tartalomhoz. Köszönöm, semmilyen smink nincs rajtam. Nem, képzeljétek el, lézer nélkül a csaj úgy eltüntette, mint a pincs. Valami krémmel bekent, és utána valami úgy csípett, de osztánig eleinte fáj, szerintem azt érzem, hogy valami olyan oldó szere valamivel lehetett, nem tudom, de nagyon klassz a hölgy, nagyon szuperú csinálta a kedves hölgy, és ráadásul nagyon normális és rendes. Persze nyilván gyerekek, csodát azonnal nem lehet várni egy elrontott szemüdökön, tehát egy elrontott szemüdököt tökéletesre hozott meg. Nagyon-nagyon szuper lett a szemüdököm, és 6 hét múlva megyek vissza újra kontúra. Mi kell? Semmi, halkabban már. 6 hét múlva megyek vissza kontúra. Úgyhogy, és még, még mindig, még majd valami lesz alkotva, kell az a szer, bekem, nem vele a fél körmön, mi? Oké, Szilágyi, magyar csilla rendben van, írjál rám magyar csilla. Bujka János, én szintén kívánom. Én nekem nem énekelnek a temetésemen. Bujka János, kívánom szép, kívánom neked. Puszi. Szabina Varga Kós. Igen. Szabina Varga Kós, igen. Igen, Ózdon. Csak furcsa volt, holott ilyet nem válok temetésen, nem énekelek. Jó, és ezért tiltottam Nicoletta Mórosz. Nem tudom, miről beszélsz, Nicoletta Mórosz. Ilyeneket nem írgatunk valakinek, hogy én temetésen énekelek-e. Hát persze, hogy nem énekelek temetésen. Igen, minden oké, Laci, a Reni Pálos. Oké. Szia László!
Szia Géza Horváth, szia Richard. Somogyi Vári Beni, Isten áldása legyen rajtad, legyen béke, és egész családod boldogságban, egészségben éljen, és legyetek boldogok egy életen át, éljetek még vagy 1000 évig. Igen. Ahhoz már késő van gyerekek, úgyhogy örülök, hogy egy nagyon picit bejöttem. Én csak most tudtam begyűnni a szemüldökömmel, mondom, megmutatom, hogy máma kész lett, és 6 hét múlva megyek vissza még egyszer. Harmadikán meg ugye ajkam lesz majd kész, úgyhogy újra fogom ajkamat is üttetni, úgyhogy puszilok mindenkit. Szép estét mindenkinek. Úgy gondolom, hogy igen, igen, ilyen lett. Hát jobb lett, mint volt, de viszont igen. Igen, jó éjszakát mindenkinek. Tehát ilyen lett a szemüldököm, remélem, hogy tetszik mindenkinek. Sziasztok, jó hét. Igen, úgyhogy sziasztok. Hát ketten vagyunk fönn. Behívsz engem. Puszilok benneteket, elköszönök, úgyhogy sziasztok, nem hívlak be benneteket. Egyre többen akartok a live-omba bejönni kamerába, nem? Úgyhogy sziasztok, puszilok mindenkit. Tehát hónap Szlovákiába találkozunk, gyertek nagyon sokan. Én leszek a szárvendék, Mahiana Rosszálló, Ikonita. Úgyhogy puszi mindenkinek.